A Bátaszéki Sportegyesület a 2020-2021-es év legeredményesebb sportolóit jutalmazta a Kanizsai Dorottya általános iskola aulájában tartott díjátadón. A BSE Bátaszék egyik legrégebbi sportklubja, jelen formájában 1996 óta működik. A civil egyesület közel 300 sportolónak biztosít sportolási lehetőséget. 2017 óta hagyomány, hogy minden évben a BSE Sportgála keretein belül méltatják azokat a sportolókat, akik a legeredményesebben teljesítettek az adott évben. Pomsár Anna 4 éves kora óta kosárlabdázik, a sport azóta is szerelem a részéről. Bátaszéken és Szekszárdon egy héten 2 edzésen is részt vesz. A jövőben is szeretne kosárlabdával foglalkozni, és minél eredményesebben szerepelni benne. Először azért kezdtem el, mert ugye a szüleim is ezzel foglalkoznak, és hát ezért így elkezdtem, és most már így rendesen folytatom az edzéseket és meccseket. Kaszás Maja 2006 óta karatézik, és azóta tagja a BSE sportolói gárdájának. Elmondta, hogy a 2020-2021-es évben ez a sportág is hiány volt a versenyeknek, kevesebb lehetőségük volt megmérettetni magukat. Volt egy kezdeményezés, így a magyar karate életben a Karate Liga elnevezést kapta, és ott tudtuk megmérettetni magunkat így több alkalommal, ez több fordulós verseny volt, itt először Bátaszéken, aztán aztán Budapesten, aztán pedig Szarvason. Tehát ez a 2020-as év volt, és most 21-ben pedig néhány versenyen tudtunk versenyezni. A szakosztályban nagyon jól érzem magam, hát itt ez már szinte a második otthonom, ugye azért 15 év az hosszú idő, és hát egy család vagyunk mi gyakorlatilag, a kicsikkel, a nagyokkal, az idősebbekkel, elég összeszokottak vagyunk már. A Bátaszék Sportegyesület jelen pillanatban 4 szakosztályt foglal magában. Karate, kosárlabda, úszó és labdarúgó szakosztályt. A tavalyi évben elmaradt a sportgála, így idén 2020 és 2021-es évet is értékelik. 4 díjat fogunk átadni, van 4 szakosztályi díjazott, tehát minden egyes szakosztálynak van egy úgymond szívecsücske, akinek át fogja adni ezt a szakosztályi díjat, illetve a Bátaszék Sportegyesület 4 korosztályba szakosztálytól függetlenül hirdet egy gyerek, egy serdülő, egy ifjúsági és egy felnőtt sportolót. Tehát ez a 8 díj kerül a 2020-as évadra és a 2021-es évadra kiosztásra. A szakosztályok nagyon sikeresen szerepeltek. Én azt kell mondanom, hogy az utóbbi másfél év nehézségei ellenére is azért mi tartottuk a frontot, és azt kell mondanom, hogy a korlátozások ellenére, de a szabályokat betartva próbáltunk versenyeztetni, tehát minden szakosztálynál ment a munka, gyakorlatilag a labdarúgóknál és a kosárlabdázóknál ment a bajnokság, a karatésoknál mentek folyamatosan a versenyek. Nagy Ákos azt is elmondta, hogy a pandémia hatása igazából az úszó szakosztályt érintette érzékenyen, hiszen az úszoda bezárt, így az edzések sem tudtak a normál formában megvalósulni. A versenyek elmaradtak ugyan, de az edzéseket nem akarták felfüggeszteni, így a szárazföldön igyekeztek formába tartani az úszókat. Most az utóbbi időben újból sikerült őket visszahoznunk az úszodába, és alulról építkezve, újraépítve a rendszert próbáljuk visszacsábítani a fiatalokat az úszodába. Tehát így telt a Bátaszékesi házatáján a munka, nem állt meg az élet, tettük a dolgunkat. Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere elmondta, hogy a városuk abban a szerencsés helyzetben van, hogy az elmúlt években, évtizedekben sikerült azokat a feltételrendszereket önkormányzati oldalról biztosítani, amik ahhoz szükségesek, hogy a sportolók minél jobb körülmények között tudjanak készülni a versenyekre. Bozsolik Róbert azt is hozzátette, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy minél több fiatal kezdjen el sportolni, és legyen meg a lehetősége, hogy kipróbálja magát valamilyen sportágban.